Epilepszia csecsemő és gyermekkorban, genetikai vizsgálatok sikerei buktatói, idegsebészeti kórképek, ezek a 48. Magyar Gyermek Neurológiai Társaság konferenciájának fő témái április 25-e és 27-e között. Amikor még én is kezdtem a szakmát gyerekneurológusként, akkor sok betegség esetében széttártuk a kezünket, és nem tudtunk a szülőnek igazából egy adekvát terápiát nyújtani. Most pedig több betegségnél az úgynevezett betegségmódosító terápia, génterápia, enzimpótló kezelések rendelkezésre állnak. Talán ebből az egyik legismertebb így a laikus közönség előtt is az izomsorvadással, az SMA-val, ahogy szoktuk rövidíteni, született gyerekeknek a kezelési lehetősége. Mind a diagnosztikai módszerekben, mind a gyermekek számára nyújtható terápiás lehetőségekben jelentős pozitív változások történtek, így az orvosok ma már sokkal korábban fel tudják állítani a gyermekdiagnózisát. A sürgősségi betegek felvétele kapcsán nagyon sokszor találkozunk epileptiform görcsrohammal, vagy bármilyen jellegű görcsrohammal, ahol ugye el kell differenciálni, hogy ez mi okozza, fejfájással, különböző egyéb idegrendszeri problémákkal, és előfordulhat például stroke is gyermekkorban is. És azt gondolom, hogy amiatt, hogy nagy a beteganyag, emiatt nagyon fontos ennek a disziplinának az ilyen országos megjelenése, és rendkívül sokat fejlődött ez a tudományág az elmúlt évek alatt. A rendezvény megnyitóján a város polgármestere úgy fogalmazott, az esemény mindenki számára pozitív lehetőség, és lényeges előrelépés lehet az orvosok szakmai útját tekintve. Én azt gondolom, hogy megtisztelő és tartalmi szempontból is nagyon fontos ez a konferencia vagy kongresszus, mert találkoznak a szakemberek az ország minden részéről, és nyilván első kézből kapják meg a legújabb technikákat, a legújabb eszközparkokat, a legújabb tudományos módszertanokat, egymással is a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat meg tudják osztani. Ez nyilván szakmai szempontból mindenki számára egy pozitív lehetőség. A háromnapos rendezvényen a következő napokban szó lesz még a fejlődés neurológiáról, génhibákról és többek között az autizmus zavar klasszikus formáiról is.